használtad azt a szót, hogy önismeret. És aztán mondtad azt, hogy rajzdiagnosztika. És mi pont fél évvel ezelőtt készítettünk egy interjút professzor dr. Barzolánnal, aki a rajzdiagnosztikának a hazai legnagyobb szakértője. Így és van. Ti a művészetterápiában használjátok a rajzelemzést? Tehát, hogy elemzitek a rajzokat? Tehát, hogy megbeszéled a páciens, hogy amit rajzoltál, az mit jelenthet? Vagy ő mondja azt, hogy számára mit jelent az, amit ő készített? Vagy fontos a színek használata? Vagy színekkel dolgoztok? Vagy ez, hogy kell ezt elképzelni? Hogy... Hát minden is egyben, és semmi sem. Inkább ezt mondanám. Nem a terapeuta fog szabályozni, hogy mit használjon az adott páciens vagy kliens. Nem mondja meg a művészetterapeuta, hogy grafitot használjon, szénceruzát használjon, olajpasztert, porpasztert, akvarelt, vagy agyagot. Tehát a terapeuta nem szabályoz. Ez egy nagyon fontos dolog, hanem kvázi 0-24-ben figyel, összpontosít, és nem csak az egyénre, hanem a csoport egészére. És ugye nagyon-nagyon fontos az, hogy közvetlenül nem adunk visszajelzést. Csoport alkalom hogyan tevődik össze, tehát 15 perc mindig egy ilyen hangulati, verbális kör, és aztán jön a hívószó, és a művészetterápiás csoportoknak ez a módszertani specifikuma, hogy bizony a csoportidőnek a fele mindig alkotói idő. Egy ilyen 50-60 perc, egy 120 perces csoport esetében mindig maga az alkotói felület, az alkotói idő. Ezt én úgy szoktam mondani a pácienseknek, vagy a klienseknek, hogy ez egy én idő, és használják. Mert a mai felgyorsult világunkban hol engedhetjük meg mi azt magunknak, hogy akár hetente kétszer 60 percben csak mi magunk legyünk, magunkkal és magunkban. És ez egy nagyon-nagyon nagy adottság a művészetterápiának, hogy nemhogy engedi, teret ad is ennek. És amikor megtörténik az alkotási idő, az az 50-60 percnél, akkor jön az exploráció, akkor jön bizony a megbeszélés, minden egyes csoporttag először a saját képét mutatja be, róla mond el, amit tud, amit érez, amit gondol, és aztán pedig a többi csoporttag a maga visszajelzésével kiegészít, hozzátesz, kérdez, reflektál. És így alakulunk, mert hogy minden alkotás egy portré, még akkor is, hogyha nincs szem, száj, arc azon a képen, de hogy az egyénből érkezik. És az nagyon-nagyon fontos, hogy ugye legyenek egy széles eszközrepertoár, hogy ezt se szabályozzuk le az adott illetőnél, hogy mit használjon, mit meddig használjon, kimegy alapból, nem baj az, ha kimegy alapból. Az asztallap elbírja, én mindig azt szoktam mondani, hogy így, vagy hogyha agyagozunk, hogy lehet püfölni az agyagot, kibírja ez az asztallap, hiszen miközben az agyagot gyúrja, addig a lelkét formája, és ez egy nagyon-nagyon fontos megélés tud lenni.